Szatnám, sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon egy izgalmas napunk van. 21. március 3-a, azaz 333 a tantrikus numerológiában a hármas a pozitív elmének felel meg, ami a kreativitás, az öröm, annak a képessége, hogy értelmet adjunk az életünknek, annak a képessége, hogy észrevegyük a lehetőségeinket, és megragadjuk azokat, valóra váltsuk a céljainkat. Erről szól a hármas szám, és azt látjuk, hogy ez megjelenik a napban, a hónapban, illetve az év utolsó két számjegyét azt az év ajándékának nevezzük. Tehát 2021 ajándéka a hármas szám, a pozitív elme. Ami arra hív fel bennünket, hogy vegyük észre az életnek a derűs oldalát, vegyük észre azokat a lehetőségeket, amiket az élet hoz nekünk, és ez egyrészt vonatkozik az egész évre, vonatkozik március hónapra, meg természetesen vonatkozik a mai napra is. Úgyhogy egy olyan meditációt szeretnék veletek megosztani, ami segít megerősíteni bennünk ezt a törekvést, hogy növekedjünk, hogy felnőjünk a lehetőségekhez, és kinyújtózkodjunk egészen a végtelenig. Jó? Kundalini jogában mindig az Ong Namo Guru Dev Namo mantrával, az Adi mantrával hangolunk be, ami összeköt a magasabb tudatosságunkkal, és hozzákapcsol a tanításokhoz. Úgyhogy kérlek, tedd össze a kezeket a mellkasod előtt, Ima Mudrába, egyensítsd a gerincedet, és hosszú mély belégzés, hosszú mély kilégzés, mély belégzés, mély kilégzés, és belégzés a mantrához. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo És helyezkedj el kényelmesen, ülhetsz könnyített ülésbe, vagy törökülésbe, és ülhetsz egy széken egyenes gerincsel, és a lábak teli talppal a földön vannak ilyenkor. Nyújts ki a bal kezedet, és tedd rá a jobb kezedet, az ujjak a könyököknél végződnek, és a gerinc végig egyenes, és a karok párhuzamosak a talajjal, a jobb kéz nyugszik a bal kézen. És csukd be a szemedet, és kicsit nyújtsd meg a nyakad hátsó részét, alkalmaz egy enyhe torokzárat azáltal, hogy az álladat behúzod a torok irányába, és honajból nyújtózkodj előre a karjaiddal, és
és nyújts fel a gerincedet, vedd fel ezt a mudrát, és a légzésed az automatikusan lelassul. Arra figyelj, hogy tarts végig egyenesen a gerincedet, és nyújtózkodj a kezeiddel előre, anélkül, hogy a hátad begörbülne. És lélegezz hosszan, mélyen. Ez a meditáció segít abban, hogy kontrollt gyakorolj az elméd fölött, ugye a hármas szám a pozitív elméhez kapcsolódik. És ugyanakkor segít abban, hogy növekedj, hogy felülemelkedj, és kinyújtózkodj egész a végtelenig. Csak lélegezz hosszan, mélyen. Hogyha elérted a maximális nyújtást a karjaiddal, akkor maradj még abban a pózban, és válj mozdulatlanná, lélegezz hosszan, mélyen. Csak tudatosítsd a testérzéseidet. Figyeld meg, hogy milyen testérzetek hol bukannak fel. Lélegezz hosszan, mélyen. És folyamatosan tarts ki a nyújtást. Ez a Brahma Kala meditáció. A Brahm, a Brahma az az Istent jelenti. A Kala a Kundalini-nek egy másik megnevezése. És ez a meditáció, ez olyan szintű önkontrollt biztosít, amivel még a halálodat is tudod kontrollálni. És segít kinyújtózkodni a végtelenig, segít ledobni a
korlátaidat meghaladni, a komfortzónádat kilépni az ismeretlenbe, és hosszú mély belégzés. Tartsd bent a levegőt, és nyújtózkodj előre a vállakból, a karjaiddal, gerinc egyenes marad, kilégzés, szájon át, mély belégzés, tartsd bent, és nyújtózkodj, kilégzés, mély belégzés, tarts bent, és nyújtózkodj. Kilégzés. És lazítsd a poszt, tedd a kezeket a térdekre, maradj belőle pillanatra. Figyeld meg az áramlást, figyeld meg a testérzeteket, figyeld meg a gerinc állapotát. És figyeld meg a tudatállapotodat, az elméd állapotát. Mély belégzés, és kilégzés. Ezt a meditációt most egy rövid ideig végeztük. Kezd 3 perccel, és fokozatosan növeld fel az időt 11 percre, és hogyha eljutottál a napi 11 percig, akkor végezheted egy hosszabb időszakon át, mondjuk 40 napon keresztül, ahhoz, hogy megtapasztald a meditációnak az igazi hatását, a 40 nap, az a minimális idő. Ugyanakkor amellett, hogy helyre rakja a gerincnek a csigolyáit, rendkívül ellazítja az elmét, és ad egy keretet az elmének, a pozitív elmének kellenek a keretek. Jó? Végezd a saját belátásod szerint, reggel vagy este, amikor ráérsz, és oszd meg másokkal is. Zárjuk le a gyakorlást 3 hosszú szatnámmal, hosszú mély belégzés. Köszönöm szépen a közös gyakorlást, legyen egy szép napotok, legyen egy szép márciusotok, legyen egy szép évetek. Szatnám, sziasztok!